Miskolcon sikertörténete a nyugdíjas szövetkezet. Egy év alatt több mint 2000-en regisztráltak, és már több mint 100-an dolgoznak. A szövetkezet a nyugdíjasoknak és a foglalkoztatóknak is jó lehetőség. A nyugdíjasok rugalmasan dolgozhatnak, és csak 15%-os személyi jövedelemadót vonnak le tőlük. A foglalkoztatók pedig tapasztalt munkaerőt kapnak. Víz- és talajmintákat vizsgálnak ebben a környezetanalitikai laboratóriumban. Hizsnyikné Varga Judit már nyugdíjba ment, de a jól megérdemelt pihenés csak néhány hónapig tartott. Úgy döntött, újra munkába áll. 4 órában dolgozom, ez nagyon jó nekem, nagyon rugalmas, jó. És hát egy kis kiegészítés is ugye a nyugdíjam mellé. Ezeket az anyagokat vizsgáljuk most éppen, amit itt látható. A laboratórium vezetője azt mondja, mindenképp olyan emberre volt szükségük, aki tapasztalattal rendelkezik. Erre jó megoldásnak tűnt a nyugdíjas szövetkezeten keresztül keresgélni. Kerestünk egy olyan kolléganőt, aki még tud dolgozni, szeretne dolgozni, és tehát nem is idegen tőle ez a feladat. Tehát ő is az INTS laboratóriumában dolgozott, és tehát nem kellett sokat foglalkozni azzal, hogy most mit kell csinálni, nem kell betonítani. Amikor bejön egy nyugdíj, és akkor megnézzük, hogy milyen lehetőség van, a kereslet kínálatot próbáljuk párosztatni, és amennyiben úgy gondoljuk, hogy jó, akkor összehozzuk a feleket. A Miskolci Nyugdíjas Szövetkezet 1 éve indult el, és a munkaerőpiaci koordinátor szerint ez az 1 év egyértelműen bizonyította a létjogosultságát. Ez idáig a nyugdíjasaink, akiket regisztráltunk, több mint 2000 fő. Magyarul ugye a nyugdíjasok keresik a munkalehetőséget, illetve a gazdálkodó szervezetek, akik a nyugdíjasok iránt érdeklődnek, több mint 30 szervezettel kötöttünk már szerződést, és akik dolgoznak, magyarul foglalkoztatva vannak, a nyugdíjasok közül, azok is több mint 100 fő. Várajai Károly hozzátette, a nyugdíjasok nagyon sok munka iránt érdeklődnek. Van, aki takarítónőnek jelentkezik, de olyan is, aki folyamatszervező mérnöknek. Egy szempont viszont szinte minden nyugdíjasnak fontos, ez pedig a rugalmasság. A legtöbben a 4-6 órás munkaidőt részesítik előnyben.